Pályafutása eddigi legsikeresebb nyarán van túl a Balaton úszóklub 18 éves versenyzője, Betlehem Dávid. A január óta Szokolai László irányításával az olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóffal, valamint a szintén válogatott Kalamár Ákossal egy csapatban készülő, az idén három világversenyen is érmes sportolótól először azt kérdeztük, hogyan indult a kapcsolata az úszással. 10 éve vagyok szerintem igazolt versenyző Zalaegerszegről, ugye az első 10 év az igazából gyorsan elröppent, mert igazából is egy nagyon eredményes 10 év volt. Sajnos a tavalyi évben egy kis egészségügyi gondom volt, meg fejben is igazából nem voltam ott így mentálisan, aztán végig egy közös döntés volt, hogy itt Veszprémben fogom folytatni Szokolai Lászlónál, illetve ugye Ákossal és Rasóval. Az a 10 év is igazából visszamenőleg nagyon eredményes volt, de úgy érzem, hogy ez az egy év, amit januárban itt töltök, ez szerintem még felülmúlta azt a 10 évet is. Elsőnek, mikor lementem, nem igazán szerettem. Ez a szemüveggel volt is egy kis konfliktusom, nem mindig szerettem, de aztán mindig begyulladt a szemem tőle. Akkor egy zacskó csokinak cserébe akkor bementem, és akkor szemüveggel úsztam. Aztán hát végül is úgy néz ki, hogy jól döntöttem. A sorban az első sikeres nagy esemény a májusi budapesti felnőtt Európa-bajnokság volt, amelyen a nyíltvízi vegyesváltó tagjaként állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Lenyűgöző volt tényleg az, hogy ugye egy fél éves kihagyás után kezdtem el itt úszni januárban, és tényleg 5 hónap alatt jutottam el arra a szintre, hogy egy váltóban egy bronzimet el tudtunk hozni, hatalmas motiváció volt, és tényleg az megalapoztam azt az évemet. Aztán pedig a római junior Európa-bajnokságon medencében is bizonyított. Sőt, 1500 méter gyorson, ezen a távon lényegében érzékelhetetlen, 6 század másodperces különbséggel maradt csak le az első helyről, és lett ezüstérmes. Elég furcsa verseny volt, mert előtte nem az volt ugye a prioritás, hanem inkább a nyíltvízi ifi EB, és akkor előtte egy-két héttel láttuk az edzés időkből, hogy azért elég jó a forma, szóval előtte volt egy nyíltvízi verseny, azt le is mondtuk, hogy inkább nagyon valami baj történjen, és amikor kimentem és először úsztam délelőtt, akkor még volt ilyen kis gond, hogy Covid-tesztet kellett csinálni, és akkor az elmaradt, akkor nem tudtam úszni aznap medencébe, akkor kiutaztam, és egyből a versennyel kellett kezdenem. Az igazából picit úgy negatívként éltem meg, de amikor megúsztam reggel a 15-15-öt, akkor már éreztem, hogy itt azért lehet, hogy holnap lehet jó idő, és amikor tényleg láttam, hogy versenyzünk délután is jól esett, akkor és láttam, hogy 15-02 az tényleg jó volt. Ez a 600-od az most hiányzott, de megvannak a hibák, már javít, dolgozunk rajta. A koronát pedig a párizsi junior nyíltvízi EB-n tette fel a teljesítményére. Az U19-es korosztály 10 kilométeres viadalán kétség sem férhetett Dávid sikeréhez. Maga biztosan szerezte meg az aranyérmet. Az volt tényleg a csúcs ebben az évben. Ott már úgy picit nyugodtan mentem oda, mert volt már akkor egy EB bronzom, meg egy ifi EB ezüstöm. Annyira nem volt eredménykényszer, így magam felől se, de örülök, hogy tényleg tudtam nyerni 10 kilométeren, illetve a váltóban is tudtunk nyerni, szóval tényleg ennél jobb évet még szinte rajzolni is lehet. Kérdés, hogy a medence vagy a nyílt víz mellett teszi-e le a voksát hosszú távon. Ha egyáltalán kell a kettő között választania. Én ameddig lehet próbálom mind a kettőt egymás mellett, azért medencében még ebből a 15-02-ből bőven kell faragni, hogyha az élmezőnyben akarok érni a felnőtt mezőnyben. Nyílt vízben igazából bármi történhet, ott annyira nem számít az idő, jól kell versenyezni, bírni kell fejben, és ott bármi lehet. A korosztályos válogatott úszó januárban nagyszerű csapatba került, és ezért rendkívül szerencsésnek tartja magát. Az, hogy minden nap velük lejönni edzés, az tényleg fenomenális. Az a hangulat, ami itt van, tényleg szerintem Magyarországon páratlan, amilyen klubunk van, férfi csapatunk itt. És az, hogy itt vannak és ők is dolgoznak, minden nap megtesznek mindent, igazából nekem sincs olyan nap, hogy most inkább nem adok bele mindent, kicsit lazsálok, meg pihenni, meg fáradt vagyok, mert látom, hogy itt vannak és küzdenek, és ha látják, hogy én nem akarom, akkor beszólnak, hogy na mivel most akkor pihenünk, és akkor hát igen, tényleg ez fenomenális. És tényleg így egymást húzzuk, nem azon, hogy ők húznak engem, hanem ugyanúgy, hogy én utolérem őket, akkor az őket is zavarja, szóval megy az adok-kapok. Szokolai László edző személye pedig garancia arra, hogy mind a medencében, mind nyílt vízen töretlen marad a fejlődése. Januárban még egy picit azért tartottam, hogy csak felnőtt úszói vannak, milyen lesz így becsöppenni ide is. Tényleg hát nagyon profi, nagyon jól meg vannak írva az edzések. Az, hogy tényleg végig monitorozzuk az egész évet, hogy mikor előre 5 hónap, hogy mikor kell, melyik napon kell, hogy kell fölkelnem, mit kell csinálnom, hogy kell úsznom. Tényleg álmodni se lehet ennél jobban. Az olimpia alatt másik szerepkörben is kipróbálhatta magát. Szakkommentátorként ült mikrofon mögé csapattársával, Kalmár Ákossal, Rasovszky Kristóff tokiói úszásakor.
elég különleges esemény volt, és főleg, hogy a Kristófét tudtuk közvetíteni. Köszönöm a megkeresést még egyszer, és tényleg hát jól éreztük magunkat Ákossal. A párizsi olimpia egyelőre távlati célként lebeg csak Dávid előtt. 2022-re azonban már lényegesen konkrétabb tervei vannak. Jövőre már megvan medencében a VB-re a szintem 1500-on, de emellett nyíltzen is szeretném magam kvalifikálni. Ez a kettő most a prioritás, az, hogy az ifi évemet, ahogy megy, azt majd megcsináljuk, de szerintem inkább a felnőtt versenyekre koncentrálunk.